A Budapest Fotófesztivál és a Műcsarnok egy különleges válogatást mutat be a New York-i Howard Greenberg galéria gyűjteményéből. A kiállításon olyan ikonikus nevekkel találkozhatunk, mint Horst P. Horst, Martin Munkácsi vagy André Kertész, akik a fotótörténet meghatározó alakjai voltak. A legelső fotó az 1900-as évek elejéről származik, míg a legfrissebb egy 2006-os araki kép. A kiállításon 69 fotográfiát mutatunk be 41 alkotótól, ami azt jelenti, hogy sok esetben egy-egy nagyon jelentős életművet egy kép képvisel. A fotográfusi életművek számos ponton metszik egymást, így fontos volt ezeket a találkozási pontokat vagy hatásokat kiemelni, hogy egy picivel nagyobb rálátást kapjanak a látogatóink. Anne Morin, a kiállítás kurátora, aki a Dichroma fotóügynökség vezetője, úgy válogatta össze a képeket, hogy tulajdonképpen újabb és újabb történeteket lehet belőle kreálni. Ez volt az elképzelése, hogy valahányszor betekintünk egy fotográfiai archívumba, új történeteket, új megközelítéseket találunk, és tulajdonképpen szabad kezet adott a Műcsarnok munkatársainak, hogy úgy rendezzük el a fotográfiákat, ahogy mi szeretnénk, és amiből kiindult, az egy szürrealista játék volt, amelyben a játék résztvevői egymás után elhelyeznek egy mondatot egy papíron, amelyből véletlenszerűen alakul ki egy szöveg. C'était un garçon au visage sympathique. Munkácsi és Horst P. Horst két képét helyeztük el a kiállítás kezdő falára. Ezt a három képet különösen jónak tartottam együtt bemutatni. Egy picit egy olyan koncepció is volt a fejemben, amely egy testnek a körüljárásával kapcsolatos. Az egyik képen, a Mengoser fűzőképen, ugye Horst P. Horst egy gyönyörű női hátat fotografált, tulajdonképpen a fűzőt, de a női test is nagyon szépen megjelenik rajta. A középső képen pedig Martin Munkácsi napernyős aktján egy nagyon különös látásmódban fotografált nő fekszik a fűvön. Martin Munkácsira nagyon jellemző, hogy mindig megpróbált olyan perspektívából fotografálni, ami kibillenti a nézőt a megszokott látásmódjából. Az alsó vagy felső perspektívák, vagy akár a fényárnyék hatások erőteljes érzékeltetése jellemző a fotóira. Fototörténeti korszak lezárul itt a kiállításon a digitális korszak megjelenése előtt, jóval előtte. De tulajdonképpen a technika ebben a tekintetben abból érdekes, hogy a különböző képeken felfedezhető már az a technikai fejlődés, ami a fotoművészetet, a fotográfiát jellemzi, és talán ettől még izgalmasabb ez a kiállítás. De ugyanakkor azt is hangsúlyoznám, hogy a képek mögötti történetek mennyire izgalmasak. Itt a Műcsarnokban tárlatvezetéseket is szervezünk, ami jó alkalmat ad arra, hogy egy-egy művész, egy író, egy költő vagy más képzőművészeti ágból érkező tárlatvezető a saját szemszögéből meséljen, és ők főleg talán ezekre a történetekre teszik a hangsúlyt. A kiállítás kurátor elképzelése szerint a fotográfiákat akárhogy válogathatjuk, mindenhogy jól fognak működni egymással, és újabb és újabb történeteket mesélnek majd el. És valóban ez az elmúlt évszázad fotótörténete egy igencsak sűrűn szövött háló, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen minden mindennel összefüggött. Így fejtörést okozott, hogy hol kezdjük, hogy melyik irányból, hogyan érzékeltessük ezeket a találkozási pontokat, és amit kigondoltunk közösen a Műcsarnok csapatával, hogy Özsén Ázsé lehetne az első, aki tulajdonképpen a dokumentarista fotográfia atya. Franciaországban tevékenykedett, és ő nem fotográfusként, inkább archivátorként térképezte fel Párizs régi épületeit. Özsén Ázsét a szürrealisták fedezték fel. Ez nagyon különös, hogy ha ránézünk a képekre, ilyen szikár dokumentumfotókat látunk épületekről, az egyik egy méregkeverő háza, a másik pedig egy régi szökőkút, ami valójában már nem működik. Ázsé egy hatalmas
fotóapparáttal járta hajnalban az utcákat, mert ekkor tudta legjobban használni a hajnali derengő fényeket, ami jól működött a képein, és általában ekkor nem voltak az emberek még kint. Ezért a legtöbb képén üres utcákat, belső udvarokat fotografált archiválási céllal, tehát nagyon részletesen, pontosan és részletgazdagon ábrázolta az épületeket, a kerteket, és ez a látásmód, ez az átmenet a meglévő és a hamarosan elmúló között vonta meg a szürrealisták figyelmét is. A fotográfia szerelmesei számos kiállítással találkozhatnak a Budapesti Fotófesztivál keretében, amely a járványügyi szabályok betartásával a nagyközönség számára is elérhető már. Ide a fotóikonokhoz tudnék csatolni több történeti kiállítást, például a Lengyel Intézetben, a Hadtörténeti Múzeumban is látható olyan kortörténeti tárlat, ami egy picit visszavisz minket a múltba. A 80-as évek, 90-es évek Olaszországát, az Olasz Kultúrintézet kiállításán láthatjuk, ahol egy nagyon szép tárlat, Letizia Battaglia, szicíliai fotográfus nő munkája nyílt most meg a napokban. Ezt is reméljük, hogy hamarosan személyesen is látható. Budapest Fotófesztivál másik nagy jelentős kiállítása a nemzetközi mellett a kortárs magyar. Ez fog megnyílni a Kisszeli Múzeumban május 20-án. A megnyitók sorában ez lesz az utolsó kiállítás. Az életkép témáját dolgozza föl legnagyobb magyar nevekkel és kortárs alkotókkal. Itt tulajdonképpen a magyar fotográfia generációi szerepelnek, az idősebbektől a legfiatalabbakig, akik esetleg most végeztek a MOMÉN, vagy esetleg még hallgatók valamilyen művészeti iskolában.